és az énekek éneke, 8. fejezet 6. igéje azt mondja, hogy mondja, élj engem, mint egy pecsétet a te szívedre, mint egy pecsétet a te karodra, mert erős a szeretet, mint a halál. Kemény, mint a sír, a buzgó szerelem. Lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Talán hátulról kezdeném, hogy milyen is a szeretet. És a szeretet maga élő és elevenné tud válni bennünk. Az isteni fajta szeretetről beszélek, arról a szeretetről, amelyet a megváltás által kapunk, az újjászületés által, a szellem első gyümölcse, a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jogsághűség, szeretség, mértékletesség. Ezek ellen nincsen törvény, és elgondolkodunk, hogy milyen csodálatos igét hozott itt az Úr elő ebben, hogy ha a hetes még megnézzük, hogy sok vizek ellen oldhatnák a szeretetet, és a folyóvizek sem boríthatnák el azt. Ha az ember minden kincsét adná is e szeretetért, mégis megvennék azt. Néha az isteni fajta szeretetet nem is értik meg az emberek. Mi, akik telve vagyunk már az isteni fajta szeretettel, néha nem tudják az emberek hova tenni a mi oldó szeretetünket, ez a krisztusi szeretet. De nézzétek, hogy mit ír itt a Szentírás, hogy erős a szeretet, mint a halál. És kemény, mint a sír. Hát a sír elég kemény. De ez egy olyan csodálatos áldás számunkra, ez a buzgó szerelem, ami a tűznek lángjai, és az Úrnak a lángja. És hát mit is jelent ez a szeretet? Hát az Úr ezt a csodálatos tüzet küldi ki ránk. Nem olyan tűz ez, ami megemészt minket. Persze megemészti a bűnt az életünkben. De nem úgy, az isteni fajta szeretet, Korintus 13-ban van, és mindjárt oda megyünk, hogy a szeretet soha el nem fogy. Én nem a világi szeretetről beszélek, amely a megszülető, amelyet az érzelmeink által működtetünk, és a testünk reagálása által, hanem az isteni fajta szeretetről, amelynek nem kéne soha el nem fogyni. De mivel itt testben élünk, emberek között vagyunk, és a világ között, és a világtól ugye ez megkülönböztet minket, az isteni fajta szeretet, mert amikor a világi szeretetben működünk, akkor mindig a test szerint cselekszünk. De az isteni fajta szeretet, az pedig a szellem szerint cselekszik, hisz az első gyümölcse az újjászületésünknek, a szeretet, amelyet Istentől kaptunk. Ez egy isteni fajta ajándék. Ha valaki megtapasztalta a szellemnek, a szeretet gyümölcsének ezt a csodálatos hatását, 30-60-100 annyi, hát 100 annyi még senki sem tökéletes a szeretetben. Az isteni fajta szeretetre mindannyian ki vagyunk éhezve, mert az nem tekinti a magáét. És itt az énekek éneke is azt mondja, hogy erős a szeretet, mint a halál. Hát tudjuk, hogy a halál mindig eljön. De nem mindig kíséri a szeretet. És ez is kéne, hogy legyen a szeretet az életünkben. Ez azt jelenti, hogy unosuntalan az isteni fajta szeretetben kellene, hogy járjunk. Akkor nem lenne háború, nem lenne visszaállítás, megbocsátatlanság, és nem keresné senki a maga hasznát, hanem teret engedne akár a megbocsátásnak. Azt mondja itt, hogy kemény, mint a sír, a buzgó szerelem. Lángjai tűznek lángja. A buzgó szerelem olyan, mint a tűznek a lángja. Az Úrnak a lángja. Tehát az kell, hogy fellángoljon ez a csodálatos szeretet, és az Úrnak a szerelme, szeretete soha nem fogy el a mi életünkben. És bárcsak így lenne, mert az emberek néha önzők, sajnos nem mindig akarnak szeretni. A Szentírás azt mondja, a Márk evangélium 12. fejezet 29-es igéjére. Jézus pedig mondaná ki, a legnagyobb parancsolat az az alcíme. Akkor hozzámenvén egy az írástudók közül, aki az ő vetélkedésüket hallotta, és tudván, hogy jól megfelele nékik, megkérdezte tőle, melyik az első minden parancsolatok között?
Jézus pedig felele néki. Minden parancsolatok között az első, hallize, az Úr, ami Istenünk egy Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Ekkor mondaná ki az írástudó, jól van, mester, igazán mondád, hogy egy Isten van, és nincs kívülem más. És szeretni ő teljes szívből, teljes elméből, és teljes erőből, és szeretni az emberek fele barátját, mint önmagát, többet ér minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Jézus pedig látván, hogy bölcsen felelt, mondaná ki, nem messze vagy az Isten országától, és többé senki sem meri vala őt kérdezni. Hát az Isten országa bennünk van, ugye? Nem el fog jönni, hisz bennünk van az Atya, Fiú, a Szentlélek, az ige van bennünk, az örökélet van bennünk, és ez egy csodálatos parancsolat, szeretnünk el az Urat teljes szívünkből, teljes lelkünkből, az első parancsolat. De szeretni kell a fele barátunkat, mint önmagunkat, és bizony, hogyan tudnánk szeretni Istent, vagy a fele barátunkat, ha még önmagunkat sem szeretünk, ha még önmagunkkal sem vagyunk kibékülve. Hát oda kell figyelnünk, hogy kövessük Jézus példáját, és személyválogatás nélkül, és részrehajlás nélkül rendkívül fontos a napjainkban. Ez egy hatalmas parancsolat. Azt mondod, ó, hát Isten szeretem. És mondjuk is rá, X és Y tett ellenem, valami rosszat tett nekem, hát Uram segíts, hogy meg tudjak neki bocsájtani. A szeretet utunk nagyon veszélyes az ördögnek, ezért minden úton és módon megpróbál téged és engem, hogy levigyen a szeretet útjáról. És tudod mivel? Tudja, hogy mi az a gyenge pontod, mi az, amire ráharapsz, mi az, ami téged meg tud sérteni. Tudjuk, hogy az Újszövetség egyetlen parancsolata János Evangélium 13:34-35, és azt mondja, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Néhányan mondják nekem is, amikor jönnek hozzám családi nehézség, testvérháborúba, ó, Isten, nagyon szeretem, de hát nem szereti a fele barátját, nem szereti a közösségét, hát akkor itt nincs egység a szeretetben. Istennel közösségbe kell legyünk, sűséggel, ha elhagyjuk a szeretetet, akkor ő magától is távolabb megyünk. A Fiútól, az Atyától, a Szent Szellemtől, a Szent Lélektől. Nagyon nagy szükségünk van napjainkban, ezekben a gonosz időkben, hogy betartsuk az igét, hogy megcselekedjük az igét. És bizony néha a szellem a test ellen, a test pedig a szellem ellen törekszik, és néha kimondunk dolgokat, és ugye néha az emberek azt mondják, Jézus nem azt tette, amit mi emberek esetleg, akik megbántottak minket, ellenünk tettek, és azt mondjuk, hogy és még szeretetbe is kell velük járjunk. És tudjuk, hogy Jézus még az árulója lábát is ugye megmosta, és hát hol vagyunk mi még ettől, a mestertől, aki példát adott neked és nekem, bizony az útjainkat meg kell igazítani, ki kell igazítani az utunkat, mert a mi gondolataink nem az ő gondolata, és a mi szeretett utunk nem Jézus útja. Hát ez az új parancsolatot vajon, hogy tudjuk betölteni, és nekünk be kell tölteni a törvényt. Jézus az út, az igazság és az élet, és ha nem tartsuk be a törvényt, akkor nem tudjuk megcselekedni azokat a dolgokat, amit Jézus megcselekedett. Hisz Jézus azt mondta, aki hisz én bennem, az majd megcselekszi azokat a cselekedeteket is, amelyeket ő cselekedett. Sőt, még nagyobbakat is azoknál. Ugye Jézus elment az Atyához, és ha valamit kérünk az ő nevében, megcselekszi ezt a János Evangélium 14:12-13. Akarsz-e nagyobb dolgokat is tenni a mesternél, már nem vagyunk a mesternél a tanítvány, de utánzói vagyunk Istennek. És a szeretet az egy csodálatos út. Gyönyörű,
az ige, ugye, hogy az ő tanítványa vagyunk, ha egymást szeretni fogjuk. De nem mindig könnyű szeretni a nap 24 órájában, az év 365 napjában, a mindennapokban, hisz könnyű azt szeretni, aki minket szeret, de aki minket nem tud elfogadni, aki talán a hibáinkat felmerítja, és próbál minket akadályozni. Napjainkban, amikor Istenhez közel kerülünk, akkor Isten tudjuk a szellem gyümölcseire szeretni, hogy növekedjük, hisz ezáltal kerülünk közel Istenhez, a hit és a szeretet által, hisz a hit szeretet által működik, és elsősorban növekednünk kell ebbe. A környezet, hogy megpróbál minket, akár rossz tűrésben, akár nem akarja meglátni a mi jó tulajdonságunkat, akár gonoszakat írnak ellenünk, akár megítélnek, akár nem tudják, hogy mi van a mi mögött és a mi értek vannak. És bizony, ez nagyon sokszor a keresztényeket csapdába ejti. Menjek a csapdájába, az érzelem csapdájába, hogy ne tudjunk igazán szeretni az Úr Jézus Krisztus szeretetével, hogy a szívünk távol járjon Istentől, hogy a gondolataink ne az ő gondolatai legyen, hogy a cselekedetünk inkább világi legyen. És itt vannak az anyósok, az apósok, itt vannak a fiak, a lányok, itt vannak a testvérek, itt vannak a férjek, a feleségek, a munkahelyek, a közösségek. Ez egy nagyon szép parancsolat. És Istentől jött, és Isten küldte nekünk az egyszülött fiát. És Isten úgy szerette ezt a világot, az egyszülött fiát adta, hogy senki, de senki el ne vesszen. Hát tartozunk ezzel mi, akik hiszünk, hogy betartsuk ezt a parancsolatot, hogy a fejlődés, a növekedés ott álljon a szívünkbe. És ha elfog valami bűn minket, bár a Róma levél arra buzdít és bátorít minket, hogy ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem még inkább bővölködik, de a Szentírás azt mondja, hogy ha mi nem járunk szeretetben, akkor bizony egy ítélet alá kerülünk, és hát néha rosszabbak vagyunk a pogányoknál. Nekünk szeretetbe kell járnunk, és meg kell bocsájtani azoknak is, akik ellenünk vétettek, a közel, a távol valóknak. Mi hűségesek vagyunk Istenhez, és a világban a hűség mércéjét igen másképp méri, mint ahogy Isten méri. Isten nagyon értékeli a te hűségedet, és mindannyiunk hűségét. A hűség egy cselekedetben kell, hogy megnyilvánuljon a hűségünk Istenhez. Egy elhatározás mindannyiunk számára, hogy hűségesen kitartok akár az Úr Jézus mellett, kitartok a férjem mellett, kitartok a családom felett, kitartok a gyülekezetemmel, és minden egyéb dologgal, ami nekem fontos. És mi fontos nekem? Ami Istennek fontos. És Istennek minden fontos. És a kicsi hűk vagyunk, sokra visz Isten, hűség az mércéje. Igen, egy mércéje annak, hogy mi hogyan is viselkedünk, mennyire vagyunk hűek egymáshoz, az Úrhoz, és hogyan tartunk ki a házasságunkba, hogyan tartunk ki az Úrra, és hogyan cselekszünk a földi életünkbe. Mert Isten szeretné ezek, néha az emberek kimondják, de vajon a cselekedeteink mit sugároznak? Mi van a cselekedeteinkkel? Hogyan is töltsük mi azt be? Néha nehezünkre esik, hogy azok, akik elutasítanak, akik megbántottak, nehézséget okoztak nekünk. Nem mindig könnyű megbocsátani. A szeretet minden vétket elfedez. Az 1 Korintusi levél 12. fejezet azt mondja, hogy a 31-es, hogy törekedjünk pedig a nagyobb kegyelmi ajándékokra, és mindezek felett megmutassa nékünk a legkiválóbb utat. És mindjárt itt van a szeretet parancsolata. Vagyis Isten országában tudod, mi a legkiválóbb út? A szeretet. És tudod miért? Mert a szeretet soha el nem fog. A szeretet nem avul meg. Mert a szeretet maga Isten. És Isten már akkor szeretett téged és engem, amikor még mi bűnösek voltunk. És Isten már akkor a számodra elrendelte a megváltást, hiszen a kezdetnél megjelentette a véget, és szeretné, ha te kitartással tudnád meg az előtted lévő küzdőtért, és hogy hűséges lennél az Úrhoz, az ő igényéhez, és hűséges lennél mindazokhoz a dolgokhoz, amit Isten rád bízott.
hisz a embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólsz is, és szeretet nincs benned, olyanná lettél, mint a zengő érsz, vagy a pengő cimbalom, és a jövendőt tudsz is mondani, és minden titkot, és minden tudományt ismersz is, és ha egész hited van, és ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatsz ki a helyükről, szeretet pedig nincs benned, semmi van. Hát kiki társát segítse, és legyen erős. Valójában ez kéne legyen a cél, mert az emberek oly könnyen megsértődnek, és trigulázzák a sérelmeiket, és tudjátok, ez mind távolabb és távolabb visz minket az Úr Jézus szeretetétől. A szeretet, amelynek soha nem kéne, hogy elfogjon, ha vagyonokat mind felé tessük is, és testünket tűzre adjuk is, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznunk arról. És itt a 13.4-től figyelj, a szeretet hosszú tűrő. Kegyes. A szeretet nem irigykedik. Hát bár így legyen, Uram, hogy ne irigykedjenek az emberek, ha jobban szeretnek minket, vagy jobban elfogadnak, vagy egy tányérra több jut, vagy egy szebb kocsid van, vagy egy szebb feleséged, vagy egy jobb férjed, hogy ne tekintsenek rád irigykedve, hogy a szeretet azt lássa, hogy milyen csodálatos, Uram, hogy lehet, hogy én leszek, én leszek a következő, aki kap egy jobb kocsit, egy jobb férjet, egy jobb feleséget, és a családomat boldogabbá teszem. És a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, kerüli a szeretet, a viszálykodást, az arroganciát, a sértődést, nem cselekszik meg az igényt. Jézus sem sértődött meg, amikor 30 ezüstpércért elárulták, pedig tudta, hogy kiárulja el. Semmit nem mutatott ki, és nem rengette őt meg. Ő hűséges volt az atyához, az elhívásához, a szeretethez, mindazzal, amiért jött a földre, hogy betöltse a küldetését. Te is kaptál egy küldetést, a szeretet küldetését, amely itt által működik, és bármilyen teher is legyen rajtunk, Isten adja meg, hogyha jön a világ Istenre, hogy ne legyen bennünk semmilyen, hogy ne nehezteljük, hogy el tudjuk fedezni azokat a csúnya dolgokat, amelyek illetlenséget tettek a mi életünkbe, akár elárultak, akár gonoszt tettek ellenünk. Az ötös azt mondja, nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, és nem tartja számon a gonoszt. Hát, Uram, bár így legyen, add meg nekünk embereknek, a Jézus nevében, mindannyiunknak, hogy ne tartsuk számon a gonoszt. Igen, e világ Istene jön, és mindig kopogtak, mit tettek veled. Figyelj oda, emlékezzél csak rá, hogy mit csináltak, hogy elutasítottak, és egyebek, és kiraboltak. A világ Istene megpróbálja számon tartani az életedbe, de a régiek már elmúltak, és minden újjá lett, és mindenkit arra buzdítok, bátorítalak, hogy zárd le a 2017-es évet. Hagyd a sértődést, hagyd a gyűlölködést, hagyd a levélírást, hagyd az ítélkezést, hagyd a kárhoztatást, hagyd azokat a dolgokat, amelyek nem építenek téged. Ne tarts számon a gonoszt. Csituljanak el ezek a dolgok. És a régiek elmúltak, és a 2018-as év legyen egy új kezdet az életedben, már elmúlt, már 4 hónap, de előre tekints. Ha Jézusra visszatérünk, nézd meg, mit csináltak. Elárulták egy rabszolgának, ennyire adták el abba az időben, 30 ezüst pénzért adták el a rabszolgákat. Jézust ennyire árulták el. Néha még én is kell, amely társadalom, vagy az emberek elárulják egymást, csak egy kis sérelemnek a gyűjtése és egyéb, de nem ez a szeretet. Az isteni fajta szeretet minden vétket elfedez, de kell fedje azokat a nehézségeket, illetlenségeket. A szeretet valójában, aki számon tartja, és trigulázza, és ez mindannyiunkra vonatkozik, hisz nincs ember, aki ne vétkezne és ne szükölködne Isten dicsősége és szeretete nélkül, hát bizony itt az idő arra, hogy a felejtés tengerébe menjen a nehézség és a visszaemlékezés. Egy új időszak kezdődik, egy új időszámítás az életünkbe, és a régiekről már ne emlékezzünk, és felejtsük el.
És ez az új időszak szóljon róla Jézusról, és arról, hogy megáldod a környezetedet, a családodat, hogy minden átok áldásra forduljon, és nem keressük a magunk hasznát, és már végre ne gerjedjünk haragra, és ne tartsuk számon a gonoszt. És ami szeretetünk, ahogy a 13-7 mondja, mindent elfedezzen, mindent hisz, higgyen, és mindent reméljen, és mindent eltűrjön. Igen, de van, amikor megvannak próbálva az emberek, elvilág Isten lefárassza őket, de akkor kell bemenni az igébe, a csodálatos ajándék, a szeretet, csak pár betűből áll, mégis hatalmas értéke van az isteni fajta szeretetnek. A mindennapjainkban ez erős a szeretet, nagyon erős, hatalmasan erős a szeretet. És Isten azt mondja, hogy ez isteni fajta szeretet, soha el nem fogy. Hát bár így lenne, Uram, hogy sose fogjon el a mi szeretetünk. Az ördög azonban, hogy Isten csodálatos ajándékát az életünkben megakadályozza. Mert ez egy csodálatos ajándéknak nevezhető. És ahogy mondtam, akarat kell ahhoz, hogy hűségesek legyünk. Egy odaszántság, nekünk oda kell szállni a szívünket, ahogy kitartunk egy házasságba, hisz mindenkinek van hibája, van a férjnek, van a feleségnek is, és hosszú türelmet kell lennünk egymással szembe, és a jó tulajdonságokkal inkább felmagasztalni, mint bántani egymást, hisz nekünk is vannak hibáink, vagyis a házasságunk alatt is hosszú tűrőnek, türelmesnek kell lenni, és egy akaratunk volt abban, igen, kellett egy akarat, és kell neked is a mai valóságban, hogy igenis kitartok a másik mellett, a hibáim mellett. Természetesen szeretetben mindent le lehet rendezni, mert az isteni fajta szeretet tesz minket vonzóvá, és képessé arra, hogy tudjuk szeretni a szeretteinket, a családunkat, az ellenségeinket. A Lukács evangéliumban Jézus mondja, hogy hát növeld a mi hitünket, ugye a megbocsátásnál, mert egy nap elég egyszer is megbocsájtani, hát még 770-szer, 490-szer megbocsájtani, hát és ha nem vigyázunk, és kiengedjük a szívünkből a rossz hallást, lehet, hogy fog kopogni a szívünk, hogy itt van a neheztelés, ki akar jönni belőle. Kopogtat a szívedbe valami, aminek nincs ott a helye, mert ott valami hibázik, sérelem, megbocsájtatlanság, másoknak, ugye, amit rád szórtak, a szeretet előtt ad nekünk a megbocsájtásra. A szeretet csodálatos és megcselekedhető, és Jézus a példánk. És a megbocsájtás, hát arra nem mindig mondom, hogy könnyű dolog, a szeretet úgy veszélyes az ördögnek. Minden úton módon arra törekedj, hogy határozz el, hogy hű vagy a családodhoz, hű vagy emberekhez, hű vagy a körülményekhez, hogy hű vagy az Úrhoz, legyél a szeretethez is. Mert ha a szeretethez hű vagy, akkor az Úrhoz is hű vagy. És vedd le a tekintetedet a sátán azonban a szeretet útról. Mert a szeretetben nincs félelme. És amikor elkezdtél félni emberektől, vagy valamit nem mersz neki megmondani, akkor te kiestél a szeretetből. Meg kell vizsgálni, mi az, ami hiányzik az életedből, és kire gyanakszol, és ki az, akit nem is szeretsz igazán. Az ellenség megpróbálja az életünket, a szolgálatunkat, a kapcsolatainkat, a szerelmünket, a házasságunkat, és ellene van a kapcsolatainknak. És tudod miért? Mert egy ezret, kettő tízezret tud megfutamítani. Ezért szoros a házasság. És itt van a 1 Korintuszi levél 13:8 azt mondja, hogy a szeretet soha el nem fog, de legyenek vár jövendő mondások, eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. És a 13-as azt mondja, most azért megmarad a hit, remény, szeretet. E három között a legnagyobb a szeretet. És a 14-es mindjárt nyelvek adománya arról szól, hogy kövessétek a szeretetet. Hát követjük ki a szeretetet. Mindenki vizsgálja meg magát, mert az idő gonosz, és a szeretet hitáltal működik. És hittel mindent le tudunk győzni, de szükség van hozzá a szeretetre, az isteni fajta szeretetre. És néha azt gondolod, ó, hát
Nagyon sok ember szeretek. Hát egy-kettő. Az nem. Akkor meghozz magadnak egy kis csokit. Nem. Mindenkinek meg kell bocsájtani. Meg kell bocsájtani. Mert nincs kis bűn, vagy nagy bűn. És Isten átvilágít minket, mint egy röggensugár. És mindannyiunknak hírben és szeretetben kell járni. Az ördög embenne van. És megpróbál minket lehozni erről a gyönyörű útról. Ha minden nap elmondanánk az 1 Korintusi levél 16. fejezetét, 1-től 13-as igéig, növekednénk a szeretetbe. És akkor lehet, hogy nem félnél annyit. És mi világosságba kell, hogy járjunk. Amit ő maga világosságban van. Tudjátok, amikor stikuláznak az emberek, akkor nem járnak a világosságban. És nem is mindig bocsájtanak meg. Hát, ez egy csodálatos dolog a szeretet. Jó lenne teljessé válni benne, ebben még senki nem tökéletes, de az úton vagyunk, és köszönet Istennek, és kell hozzá egy elhatározás, hogy kitartok az Úrral, hogy kitartok az ő igéje mellett. Hogy Uram, elvétettem, igen, nagy fájdalmat okoztak a szívemben. De szeretnem kell az ellenségemet, szeretni kell a családot, szeretnem kell azokat is, akik átfoznak, jót tenni azokkal, akik gyűlölnek, és imádkozni azokért, akik háborgatnak és üldöznek. Vagyis, akik akár kiraboltak. Szeretni kell az ellenséget. Természetesen megtörjük a gonosz minden munkáját, hogy ne érjen minket semmilyen csapás, hogy minden kudarc sodává váljon. De az elhatározás mindig veled kezdődik. Neked kell elhatározni, hogy hű leszel az Úrhoz, hogy hű leszel a körülményeidhez, és azokhoz az emberekhez, vagy a férjedhez, feleségedhez. A hűség egy hatalmas kukmérője és mércéje a szeretetünknek. Az ördög munkálkodik, és megpróbál egymás ellen hangolni, de mi a dicsőséget visszük Istennek. És a szeretet meg tudja tenni azt, hogy meg tud bocsájtani. És tudjátok, vannak nagyon sértődős emberek. Ők még gyengék a hitben, és még nem erősödtek meg. És hát kiki társát segítse, és mondja, hogy légy erős. És itt az ellenség is, és bizony nekünk, ha az Úrhoz hűk akarunk lenni, akkor az igét is meg kell cselekedni, meg kell bocsájtani azoknak az embereknek, akik minket akár ellenségként kezelnek, vagy mi kezeljük őket. Hát vigyáznunk kell, nem szabad megütközni, meg kell bocsájtani, hatalmadat kell gyakorolni minden körülmény között. És a Máté 11.28 azt mondja, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettek, és én megnyugosztlak titeket. Nem én, Isten végessége, amely minden értelmet felül, megőrzi a szívünket és a gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amikor nem járunk szeretetbe, a szívünk látja a kárát, és a szívünket pedig mindenféle dolognál jobban meg kell őrizni. Kell nekünk az, hogy vigyázzunk és figyeljünk oda önmagunkra is, mert a sátán le akar fárasztani, és sebezhetővé akar téged tenni. És bocsássatok meg, mert ha te meg nem bocsájsz, a mennyei atya sem bocsássa meg a te vétkedet, hogy mikor imádkozza megállsz, állj meg, és bocsáss meg. Mert hiába szeret 100 embert, de egyet vagy kettőt nem, az atya feltétlen szeretetet kér tőled, és addig nem tud megbocsájtani neked, amíg te meg nem bocsájtasz másnak. És lehet, hogy részleges halál lesz a testben, lehet, hogy zakatol a szíved, lehet, hogy megdagad valamit, lehet, hogy nem úgy működik az egész anyagcsere rendszered, mert nem tudsz megbocsájtani. És ugye a betegség is félelmet tud előhozni. Hát vigyázz, mert a félelem az nem jó dolog. És a félelem, ha ott kofogtat az ajtódon, akkor nem teljes a szereted benned, akitől félsz, maga nem vagy teljesen szeretedben. És azt mondja a Szentírás, János apostol első levele, 4.17-től. Azzal lett teljesi a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk e világban. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár.
aki pedig fél, nem lett teljesi a szeretetbe. Lehet, hogy te nem félsz, lehet, hogy háborúsz, hogy mit tettek veled. És lehet, hogy jogos. És lehet, hogy igazad van. És azt mondom, hogy 100%-ig lehet, hogy igazad van abban az ügyben, vagy a pereségben, vagy bármivel, bárkivel szemben. De mit érsz azzal, hogy neked van igazad? Ha Isten azt mondja, hogy akkor szeretned kell. És ha strigulázol, akkor te még nem jársz szeretetben. Ha strigulázod a másiknak a tulajdonságát, haragszol rá, nem készül el időben, és az harag ott marad a másikon. És lehet, hogy éppen megüti a lábát a kőbe, a te haragod miatt. Mert nem készült el időben. Mi szeressük őt, mert ő előszeretett minket. Hagyd a neheztelést, mert a másikra rossz hatással van. És amikor valaki nem szeret minket, vagy pici neheztelés van, óvatod a semmiség. Mi nem tud időben elkészülni, mi nem tudja a fogát megmosni, mi nem tud maga körül rendet tenni, és mindig én tűzem be a cipőjét, és én pucoljam ki a cipőjét, ha miért véleményedetlen? És ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlölni a maga atya fiát, az hazug az. Nem kell gyűlölni, elég egy kis neheztelés, mert a másik egy kicsit lazább, vagy a másik nem olyan, mint mi, vagy te. Hát Isten segítsen, hogy szeressünk. És az a parancsolatunk is van tőle, hogy aki szereti Isten, szeresse a maga atya fiát is. Hát oda kell figyelnünk. Mert a Szentírás egy teljes odafigyelés követel. Ezért kell az igén elgondolkodnunk. És persze szeretteink, a szívünk nem vádó, bizodalmunk van az Istenhez. Igen. De néha vádolunk másokat. Mert nem olyan pontosak, mint mi. Mert nem olyanok, mint mi. Tehát Isten így teremtett minket. Mindenkinek más, még az új lenyomata is. És nincs két egyforma ember az egész földgolyón. És bocsássunk meg egymásnak, és ebben Isten segítsen nekünk. De ez kell egy elhatározás, ahogy hű vagy a kapcsolataidhoz, hű vagy az Úrhoz, ugyanúgy hűnek kell lenni egymáshoz is. És az szűk a te erőd, akkor a problémákkal lágyan fogod magad viselni. Egy elhatározás kell, hogy kitartok ebben is, elnézem. Ez nem mindig könnyű. És kérjük Istent, hogy mi, akik már megismertük a szeretetet, hogy ne csak nyelven szeressünk, hanem cselekedete és valóságosan. Bizony kell néha imádkozni Istenhez, mert vannak magukat kérkedők, pénzsóvárok és mindenféle gonosz szájjal rendelkező emberek, akik bántanak minket. Bizony kell imádkozni, hogy tudjuk őket szeretni, hogy felvegyük azt a keresztet is, hogy a szívünk ne vádoljon minket, és Jézus megváltott minket minden átoktól, minden nehézségtől, mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. Hát mi megvalljuk, hogy Jézus az Isten fia, és ő a szeretet. Ő az ige, és ő a szeretet. És azzal lett teljessé a szeretet bennünk, hogy bizodalmunk van Istenhez. Hát, van-e bizodalmat hozzá? Mi az, ami, és ki az, ami letűzi a világot? Hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Valójában azt mondom, hogy lehet, hogy te szeretetben jársz. De meg kell vizsgálni magad, ha már régóta beteg vagy. Meg kell vizsgálnod mint azokat a dolgokat, hogy miért nincs gyógyulás. Hisz még az ő sebeiben gyógyultunk meg. Hát miért nincs áttörés? Lehet, hogy talán harag van a szívedben. Lehet, hogy gyű van a szívedben. A sátán talán ravassága. És tudod, amikor úgy érzed, hogy valaki megfenyegetett téged, vagy fenyegetettség van az életedben, hogy talán elhagynak, hogy talán valami fog történni. Az vigyázz, mert a fenyegetettség félelmet hoz. Amikor te fenyegetve érzed magad valaki által, hogyha azt nem teszed meg, és akkor bizony lehet, hogy félelem jön az életedben. A félelem az pedig kiszorítja a szeretetet, sőt a hitet is.
tanuljuk meg használni Isten igéjét, és jó megvallásokat tegyünk. Lehet, hogy most van a szívben, és itt az elhangzottaknak vannak még dolgok, amit el kell engedni. És Isten segítsen, hogyha jön utánk Istene, ne tudja megállítani a hitutat. Ne tudja megállítani az előmenetelet. Ne tudja megállítani a bővölködésedet, hisz a megbocsátatlanság kizár. Az isteni fajta szeretet pedig mindent el, hiszen remél és elvár. És az Isten áldását, hisz minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről az igazság atyától száll alá, akinek nincs változás vagy változásnak árnyéka. És hogyan kezeljük az embereket? Ez egy nagy mérce. Ha néha az embereket, ha túl jól kezeljük, még az sem mindig a jó úton tart minket, mert az emberek hozzászoknak, és akkor már nem is lehet inteni őket. Intés, fedés, buzdítás szükséges Isten országában. Elinték nélkül hagyott gyerek beszégyeníti az anyját, és ugyanúgy a pasztort is, ha nem az igét vallja meg. De ahhoz nincs joga a gyermeknek, hogy megítélje a pásztorát. Ezt hagyjuk az igazságosan ítélőre. Azt mindig az előjárónak a hitét kell tekinteni. De nem a mi dolgunk, hogy megítéljük a felmenteket. Az nem a szeretet útja. A szeretet útja az, hogy egymást megbecsüljük, és egymást szeressük. Egy csodálatos közösségünk van. Az atyával, a fiúval és egymással. És kikitását segítse, és mondja, hogy légy erős. Néha az emberek elfelejtik azt, hogy mennyi jót tettél velük, hogy mennyi jót tettünk emberekkel. És csak a saját nehézségeikben azt látják, hogy a másiknak milyen rossz tulajdonsága van. Amik mögött a mi érteket nem látják. Mi nem vagyunk ilyenek. Mi állunk élen a szeretetben. Ehhez kell egy olyan határozás, hogy meg tudjál bocsájtani, hogy szeretetben tudjál maradni, és hogy közösséged legyen az atyával, a fiúval és a Szent Szellemmel. Mert a szeretet az csodálatos, és a szeretet épít minket. És azt kérem, hogy gondolkozzatok el ezen szel, mert a szeretet elfogy az életünkből. Ha elfogyott, akkor állj meg, és csomagoljuk le magunkat az igébe. Mert néhányan megfáradtatok, és megterheltetek. És Jézus pedig azt mondja, hogy az én igám könnyű, és az én terhem gyönyörűséges. És a fáradtságban, ahogy Illés is ugye megfáradt, amikor Bál profétáit megölte, és elment a fa alá, és meg akart halni egy asszonynak a fenyegetésétől, előtte pedig hatalmas hőstetteket tett. Hát lehet, hogy te is most megfáradtál, és megfélemlettél a körülményektől, emberektől, és másokra hallgattál, akik talán rossz irányba vittek el, és nem a hit útjára. Illést a szellem vezette egész a óráig, aztán vitte tovább. Isten új utakon fog minket vezetni, és ezen az új úton lehet, hogy holót fog már táplálni képletesen, és lesz lehetőséged, és meg fogod kapni az állomásokon a segítséget. De az Úrban kell maradnod, és Illés meg akart halni, mert elfáradt, elkedvetlenedett. Nem volt kedve tovább benni, és nem volt kedve az Úr akaratát megcselekedni. És azt mondta, inkább meghalok. De Istennek nem ez az akarata, hogy meghalljunk, hogy elmenjünk, a mi futásunkat, ha leállítjuk, akkor, és még nem futottuk be a futásunkat, hát akkor mi hasznod van abból? Akkor mit vársz, ha fölmész? Talán várod, hogy jól van, jó, hogy szolgál, kevesen voltál, hű, és sokra bízlak ezután? Tessék befutni a futásodat, és most ez az új időszak. Ez arról szól, hogy kitartással mész előre. A hit és a szeretet zászlójával, a győzelem zászlójával megyünk. És a szeretet, amely itt által működik, előre tekints. A múlt a hátad mögött van. Felejtsük el a sérelmeket, felejtsük el az ellenséget. Az ellenséget lehagytuk. Előre megyünk, de csak egységben és szeretetben.
És itt van erre az alkalmas idő. És ebben a szeretetben menjünk előre. Egyként. Együtt 10 000 tudunk megfutamítani egy-két ember csak, ha veszünk egy pár szalmaszálat, pillanatok alatt szét tudjuk törni, ugye? De ha veszünk egy nagy köteget, az már nehezebb. Egységben van az erő. Hisz mi jó és mi gyönyörűséges, hogy együtt lakoznak az atyafiak. Az egységre küld áldást Isten. Abban nincsen sértődés, abban nincs, nem akarok jönni, nem teszek, nincs kedvem a gyülekezetbe jönni. Talán nem úgy fogadnak engem, vagy megsértődtem. Ez nem az egységről szól, itt nincs akkora Jézus győzelmi zászlója. Mi egységbe haladunk előre, és megyünk az Úrért, a diadalért, és az elhívásunkért, és kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Ez most nem a sértődés időszaka. Nagy ára lesz annak, ha valaki megsértődik és lemarad. Tudod, miről marad le? A győzelemről. Mert mi a győzelemért futunk előre. A keskeny úton, a szoros ösvényen, és a szeretetén. A szeretet hitáltal működik. A győzelem van ebben. Jézus is győzött. Jött, gyert és győzött. És legyőzte még a halált. És a szeretet legyőzte a halált. Mindennél erősebb a szeretet. És az elhatározás ott, hogy hűl leszek, szeretetbe járok, megcselekszem, és végig megyek ezen az úton. Lehet, Uram, hogy most valami van a szívemben. Lehet, hogy zörög a szívem, Uram. Megterheltettem a körülmények által, az emberek gyengeségei által. De Uram, kész vagyok, itt vagyok, a felüldülés ide jöjjenek el az Úr szent színétől. És Uram, erősíts meg, és kitartással megyek tovább. Az én szeretetem nem akarom, hogy elfogjon. Én tovább akarok menni ezen az úton. Veled, Uram, én veled akarok járni. Dicsőség Istennek. Halleluja! 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 Kész vagy, hogy megbocsáss. Mert különben a fenyegetettség félelmet hoz, és nem lesz kitartásod, és elhatározásod, hogy te kitartasz, hogy hű leszel, hogy hű leszel. Dániel hű volt az Úrhoz. Dániel proféta. Kiválóvá vált. Tudod mi által? A hűség által. Tudod miért? Mert ő kitartott a Jóistennek. Kitartott annak ellenére, hogy mindenki le akart állítani a futását. És még az élete is veszélyben volt. És a nagyon magas és hosszú életet élt meg Dániel proféta. Pedig tudjuk, hogy hol volt, egy idegen udvarban, Nabukodonozor egy udvarában, erre voltatok. És mégis micsoda gyönyörűséges kegyelemben volt része. Nézzétek meg, fennmaradt a neve, és csodálatosan cselekedett, és Isten gyönyörű ajándékokat adott neki. Soha nem engedte el az Úr kezét. Mindig fogta. Dicsőség Istennek. Hát fogta az Úr kezét. Mindegy, hogy mi történik velünk, fogjuk az Úr kezét, és menjünk előre ezen a csodálatos úton. Amen. Amen.